Bodai József a 2000-ben 68 éves korában elhunyt tanár, koreográfus, művészeti vezető, a tornasport kitűnő edzője, legfőképp pedig a nagybetűs ember emléke előtt tisztelegtek egykori tanítványai, pályatársai és a város Dombóváron. Az egykori tanítványa gondolatával vette kezdetét a rendezvény. 1954-ben érkezett meg a új Dombóvári iskolába, akkor végzett, tehát mint frissen végzett tanár, és akkor voltam én elsős. Később ő lett a tornatanárom, és aztán kijelölt hetedikben 4 vagy 5 fiatalt, hogy menjenek el táncolni. Én benne voltam ebben a 4-5-ben. Azt is megmondom, hogy a hátam közepére kívántam az egészet. Aztán eltelt 2 év, és megszerettem. És amikor a gimnáziumban mentem, akkor már maradtam az együttesben. Innen ismerem a tanárulat. Imádtam. Nagyon szerettem őt. A másik pedig az, hogy sokoldalú volt. Tehát ahhoz képest, hogy testnevelő volt, érdekelte az irodalom, a képzőművészet, magyarázott nekünk a művészetekről, a népművészetről, a zenéről, tehát sok mindent tanultam, az volt, ami tényleg még fontos volt. És emberséges volt. Megtalálta a hangot velünk. Tudott bennünket lelkesíteni. Mentünk utána most, nem tudok jobbat mondani, tudom, egy ronda szó, csorda szellem, de ő volt az, aki után mentünk. Vitt bennünket magával. Művelődési ház próbatermét, ami a Kapos Táncegyüttesnek és más csoportoknak is helyet ad, Bodai József teremnek nevezték el. A terem faláról ezután egy portréról köszön vissza az egykori koreográfus. Az emléknap folytatásaként Kapos partján Mandulafa virágzik címmel egy közel 2 órás gálaműsorral emlékeztek meg Bodai Józsefről. Nem volt véletlen a gála címadása, 1973-ban ezzel a címmel mutatta be a Kapos Táncegyüttes új műsorát. Az est koreográfusa akkor Bodai József volt. Az ünnepi gálát német Tíme alpolgármester nyitotta meg, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, köszönettel tartoznak az egykori tanárnak, az újítónak, aki Dombóvárnak elismertséget hozott. A mai program egy őszinte, tiszteleg és a 68 éves korában elhunyt tanár, a koreográfus, a művészeti vezető, a tornasport kitűnő edzője, legfőképpen pedig a nagybetűs ember előtt, aki 20 éven keresztül alkotott, szervezett, közösséget teremtett, és új szint és magas nívót hozott Dombóvára. Bodai József 22 évesen, 1954-ben került Dombóvára, az újdombóvári általános iskolába. Az első testnevelés rajz szaktanár volt, tánccsoportot alapított, tornászcsapatot hozott létre, és természetjáró szakkört vezetett. A Dombóvári Ifjúsági Táncegyüttes néhány esztendő alatt élvonalbeli együttesi formálta. A rendezvényen az egykori pályatárs Szabadi Mihály is felidézte a sok emléket, ami összekötötte a Dombóvári Tánccsoport alapítójával. Nagyon szépek voltak azok az évek, amikor indultunk, ez a 60-as évek eleje, hajdani helikoni évek, a megyei bemutatók, nagyon sok szép emlék. Egészen más világ volt, mint ez a mostani. Valahogy emberibbek voltunk, sokkal közelebb voltunk egymáshoz, és Bodai Jóskával jó volt együtt dolgozni. Annak idején nem voltunk sokan néptáncoktatók a megyében, talán 3-4 ember volt, de azok összetartottunk, és keresgettük egymást, többször próbáltunk közös akciókat is szervezni. Együtt végeztük annak idején a továbbképzéseket, tanfolyamokat, látogattuk egymást,
és jó barátságban voltunk. Furcsa dolog, amit mondok, de azt hiszem, hogy a szigorúsága lehetett az, amire a tanítványai tűzbe mentek volna érte. Nagyon következetes volt, nagyon mágikus pedagógus, meg tudta fogni, meg tudta igézni a tanítványait, és hát a tanítványai tudva levő, hogy rajongtak érte, amit hát itt ez a hangulat is bizonyít. A koreográfiák azok nem olyanok, mint a képzőművészeti alkotások, amiket farra tesznek, és évszázadok múlva is olyanok. A színpadon elmúlik, a taps nem tart sokáig, csak az emberek emlékezetében maradnak meg a művek. Azok, akik táncolták, azok biztos, hogy még most is el tudnák járni. Dombováron méltóképpen emlékeztek meg Bodai Józsefről, aki 2002-ben posztumusz kapta meg Dombovár város díszpolgár címét. A város Bodai József tanár úr emlékét ezután is őrizni és ápolni fogja.